Na nézzük azt a stratégia művészetét. Vagy a művészet stratégiája, vagy... Mi a magharcom? Aztán megy a radiátor. Én azért pusztulok meg, mert megy a radiátor. Dosi, 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 do. Hol vagy Twitch stúdió? Jó. Jó. Na, volt lassú képkockánk, jó? Na. Itt fog megjelenni majd Random Battle helyett Art of Strategy. Jól megkukiztam a cuccost, legyen képesség. Csoki, meg ilyenek, van neki has is, javító, meg ragd tapasz. Most egyelőre a legjobb tankok ehhez a játékhoz, hát a Kramwagen is jó volt, de a Leopard egy a legjobb. Menjünk ki Kramwagent. Szóval a lényeg, Art of Strategy, itt van háromféle, 1v1, ehhez ki kell érdemelni. Gyűjteni kell ezeket a ramatyokat. Freebe van a 7v1, és Strategist, akkor meg te vagy a 7 ellen. Ennek is kosztja van. Jó, legyünk Freeben először, úgyis csak azt lehet. Nem érzem még késznek magam ehhez. Előbb ez. Kramwagen, de nehéz. Na, az egyik oldalon mi vagyunk heten. A másik oldalon egy valaki van, aki szépen elhelyezgeti a tankjait, megmondja a tankoknak, mit csináljanak. Egyet irányíthat ugyebár, ha akar, nem kell. És lerakhat ilyen ágyukat, ilyen kurva nagy ágyút, lerakhat kis gépfegyver ágyút, tűzszórót, egy lángszórót. Tűzszóró, hát végül is tüzet szórnám. Lángszórót, mert lángokat is szór, azt jól láttam, hogy azt is szórt, nem csak tüzet. És ennyi. És az buz is. Ja, várja, mi van még? Megfigyelő tornyok. Lerakhat megfigyelő tornyokat. Ide, 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 és 4 másodperc múlva mutathatom, hogy valahova ide is. Pontosan nem tudom, hogy hova. Nekem talán ide kéne beállnom, ide erre a részre, mert itt ezzel nem kéne manőverezni. Kranyóval ide jönnék. Ezzel ide megyünk. És akkor pif, puf. Igen. Ez lesz a terv, az álom. Összejön. Buzis. Mi ez? Arni? Akkor nem buzis. Ujjjj. Ujj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 
Ja, és van a rakétavető is, azt is lerakhat bárhova. MLR. Valamilyen rakéta buziság. Na, az nem finom. Néha itt is van ilyen buzernyákság. Na, ott egy tűzhányó. Ez nem jó. Már jön. Na, ez a rakétavető buzernyákság. Ez volt a rakétás buzernyákság. Hopp, egy object. Nem spotol engem, jó. Én már nem tudom meglőni. Nem jó. Ott egy mi az? A kurva.
behúzódik a bot, hogy rohadjon meg. Behúzódik a szikla mögé, de most megkapja. Azt kapta. Az majdnem. Na ez egy izé, ott lövi a buzernyákságot a izé a Katyusa, és onnan meg engem lő. Azt a kurva, de jó, hogy bevédő szar. És itt van egy ágyú is. Ja, és AT-gánok is vannak, tényleg, az az ötödik, az AT-gán. Na buzikám. Én ide be suvickolom magam most. És picsába. És picsába vartam. Na szórakozzál az anyáddal ám, hogy ezzel nem ütöttem át. Anyád valagával szórakozza. Hogy ne ütötte volna át? Ajaj, ajaj, ajaj. Nem nekem küldik, de én kapom. És... Ben. Jó. Ne gyere rám! Menj már azt a büdös... Faszopója. Hát nem lehet tőle menni. Na ott egy... Hát én ezt inkább nem spotoltatom magam föl, szerintem. Ja, és sose oda lő, ahova szeretném. Na, ott zöld. Ott be lehet ütni. De nem oda lő. Aztán még ott középen lehet beütni. Ja, meg az oldalát. Már megmutatja. Na, ott az a buziság. Az lövi a rakétákat. Minél előbb ki kell iktatni. Érthető okokból, az minél előbb. Bazd meg is! De még átüti, jó van! Na jó, engem nem érdekel ez az ágyú, megyek tovább. Őket kell kiiktatni. Ezt a hetet, le vannak szarva ezek a fosok. Ott azt a szart kell lőni, ott. Bassza meg, hogy főszpotolódtam, ez nagyon nem jó. Jaj, ne! Ne! Az még rosszabb. Na, ez nem jó. Ki kell nyírni. Menj már rá! Jó, azt a kurva. Hát ez mondjuk így nem jó. Így jó, de ez az ágyú fog lőni minket most. Jó, őt lövi. Jó, azt valaki kilőtte, nem én voltam. Megjavítjuk a vezetőt. Érdemes prémlőszerrel lőni. Jó, sok HP-n maradt amúgy. Semmit nem láttam, de megpróbáltam. Na hát mondjuk ezt beszoptam. Ez a tűzhányó. Itt van neki egy tűzhányója, ott is volt. Itt ágyúja volt. Itt ez a Katyusa geci. Azt most ő vezeti már ezt a tankot. Milyen volt még? Itt is ágyú, vagy izé Katyusa. Raki MMLR, vagy MPL. A fasz. Na. Jó sok tüzes cucca volt. Ez a tűz, ez egy buzi egy cucc. Ez egy buzi egy cucc, ez a tűz. Bratyi. Na nézzük. Sikerül-e végre megölni a jószágot? Őnek igen. Nem? Majdnem. Hopp! Hello! Szeva! Szép. De azt a stratéga vezető, ugye minden név ugyanaz az ember, mert ugyanaz az ember irányítja a stratéga. Jó. Szánalmas módon megölt egy ilyen faszopóláda. Az.
És akkor ilyenkor kapunk ilyen lófaszokat. 51-51. Hát már van egy pár. De ramagy. Jó. 3 killam volt, de az csak izé volt. Ja, nem, 2-5 is. MRL az. Mert ugye information. Jó. Lehetek tanker, az voltam strategiszt. De hét ellen vagy még egy másik strategiszt ellen, azt mondja, hogy squad. Igen. Egy V7, egy V1, és mi ez? Stratéga osztag. Két AI hajtott járműből álló osztaga van. Egy V7 és egy V1 harctípusokhoz. Egy osztag két járműből áll, a stratégia háromféle védelmet is használhat. És ez hol van? Hogy megvan az 1v7. Nem tudom azt itt, hogy érti ezt azt. Ja, hát ez a háromféle alapvetően. És ugyanúgy bázisfoglalás, hogy ki kell nyírni mindenkit. És akkor kapsz ilyen jutalmakat, amivel lehet stratégiszt. Stratéga. Beszéljünk magyarul. Na itt van ez a Watchtower, ezt nem lehet látni, csak amikor már kurva közel van. És 500 méter a látótávja, nagyon főszpatol, mint a szart. Aztán van az MG turret, ez gépágyú. Kicsit sebezd a folyamat, szar a látótáv, könnyű átlőni, gun turret. Ennek egy jobb látótávja van, sok a HP-ja, nehéz kilőni, és jókat sebez. Aztán van az MRL Multiple Rocket Launcher. Na ez egy lövéses, viszont nagyon kellemetlen, ha telibe bassz. Itt a tűzhányója. Kicsit sebezd a folyamatosan. Ezek már szar a látótávjuk is. AT gun. Na az is egy buzis cucc. De alapvetően ezzel a 6 cuccossal találkozhatunk. Még a tankokon kívül is itt vannak a jelöléseik is. Mapon. Squad. Hozzáférhetsz tankokhoz, amiket berakhatsz, mert ugye ez csak tier 10. Már mindjárt megyünk ilyet is. Irányt lehet megadni, hogy maradjon ott, és akkor tartsa. Recon. Ja, spotoló. Aha. Hogy arra is rá lehet venni, hogy spotolja. Hú, nagyon sok mindent meg kell tanulni ehhez a játékmódhoz. Multiple commands. Ja, hát igen, és a kollekciót lehet gyűjtögetni ugye közben. Meg a leaderboard lesz. Itt vannak a mapok. 1v1 és 1v7. A jutalmak már megvannak nagyrészt. Nagyon hasonlít ez a játékmód a Waffentrager visszatörésére. Amúgy. Hát ez nincs már tesztszerve. Jó, menjünk egy ezért. Strategisztet.
akkor ki lehet választani, hogy mivel menjünk. Badger. Meg a baszni még egy Badger-t. Ezt adnám. Manticore. Na jó, az a 430 óna. Itt nem tudok nevelni rajta, vagy az hogy van? Ja, aha. Hogy ho... Ja, aha, 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 aha. Ja, hogy kiválasztatom, hogy mi... Ja, Ez hitvány, akkor oda Emerald-t kérek. Ja, és külön kell Watchtower-t kérni, tehát van ez a 6 cucc, de csak 3-at lehet berakni. Ja, Értem. A Gun Turret maradjon, és igen, ez így jó lesz. Mi van a táskádba, Pali? Na, ezt nem akartam megnyomni. Ez így jó. Hát nézzük meg a tréninget azért. Az lehet, hogy nem lesz rossz. Nem merem fogadni, hogy javamra válik. Na. Ensk. Nem is voltam Enskem még talán. Auto deploy. Egyelőre menjen az autó. Mert ez a... elhelyezés, hogy a faszom tudja. Use W, A, S and D to move the camera to the marker. Okay. Use the middle mouse button to rotate the camera and find the marker. Nagyon jó, okay. Fölve, jó, mert itt a marker megvan. Use the middle mouse button to rotate the camera and find the marker. Na most ezt nem értem, mert itt vagyok. Milyen markert? Miről beszélsz? Hát itt vagyok a markernél, de... Aha, várjál csak. Na nem tudok oda menni arra a magasságra. Ali? Ez mit akar tőlem? Na, hogy jó van. Ja, lehet nézni ki, azt hiszem, hogy tudok. To move, right click and hold to indicate the position of the vehicle. Hold RMB. Oké. Ja, be lehet ülni is. Ezzel, de most... Select your vehicle, then right click on the marker to deploy it. Oda menjél, bazzag. Na, oda menjél. Na, mondom, menjél oda. Majdnem sikerült. Ja, bal gomba, tankra, jobb gomba, hova akarsz menni? Ajjaj, miért így megy? Click once on an enemy vehicle to attack it. Azt támad meg, jobb klik. Tiszta izé, LOL, nem? League of Legends LOL 4. Oda támadj, azt támadod. Na ilyen LOL lesz a VOD-ból is. Fölülnézed, így. És akkor kattingatunk majd mind a barom, ide is. Kattingassunk ide is, hogy van a LOL-ba. Aztán itt egy másik tank. Hol van ez a tank? Azt is kattingatni akarom. Ezt lőjed.
varázslat. Pajzs. Pajzs varázslat. Lőjed. Aha. Select your vehicle, then right-click on the marker to deploy it. Continue with your current objective. Select your vehicle, then right-click on the marker to deploy it. Menj ide. Continue with your current right-click once on an enemy vehicle to attack it. Okay. Azt támadjad. Bűbáj. Bűbájt vetek be. Csá, jó, van, megnézzük. Mit műveltél már megint? Ujj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 
Na, lecserélted a tévét? Vagy lecserélték, ahol vetted, ne? Csak baja volt. Támad! Select your vehicle and press Q to take control of a vehicle. Ja, igen, most mondja, hogy be is ülhetünk. Na végre, be is ülhetünk bármelyik járművünkbe a hétből. Nekem az S-Konki nincs meg amúgy a játékba sajnos még. Mostanában nagyon nincs kedvem fejleszteni. Hát ott akkor torony bazzák, ha így oldalra fordítod. Nem, pocit is lagok. Segítek. Press Q to return to strategic view. Mhm. Ja, és kiülök belőle. Continue with your current objective. Hát figyelj, te lőjed azt a majmot. Hát én játszottam már stratégaként, de mennyire nem volt bonyolult, mint a bemutató. Na, most mi a megmaradt? Nem tudok mozogni. Left click and drag to select multiple vehicles. Aha. Aha. Mindannyian menjetek ide. Aha. Continue with your current objective. Destroy the enemy vehicles. Jaj, ezt nyírjátok már ki, hello, ezt lőjed már. Te is gyere már, ezt lőjed már. Jaj, ne, te ezt lőjed inkább. Azzal foglalkoztam, meg gyere és sürgősen ezt intézd. Na, ez igazi ellenfelek ellen nem ilyen egyszerű. Na, szép volt. Ezt a majmot lőjétek. Pap. Oké. Okay. Oda húzzatok. Continue with your current. Destroy the last three enemies using what you've learned. Na, itt meg izébe kell lenyomni, mi tuti focizni kell a mauzza. Öld meg. Kilövük a Nashornt, utána újra ezt a Nashornt lőjétek. De rohadt gyorsan. Pattintsátok ki. Meg akkor a mouse. Ezt kérlek szépen, hello, ez a tesztszerveren van. Ez a új játékmód lesz. Az Art of Strategy nevű stratégiai játék. Igazából lefeküdt tegnap este a Smite a World of Tanks-el, és ez lett belőle ilyen kattintgatószar. Ezt lőjétek, ezt lőjed, meg bűbájt kell bevetni.
tulajdonképpen most egy olyan játékmód lesz, hogy ugye itt nem az egész pályán játszódik, csak egy részén. Lesz 7 játékos, aki egy játékos ellen, mert tulajdonképpen a Return of the Waffenträger E100, vagy mi a VTE100-nak a visszatérése ugyanaz. Annak lesznek segítői, de nem botok lesznek a segítői, hanem lehelyezett különböző fegyverek, mint a lángszóró, vagy a gépágyú, esetleg a rakétalövő rendszer. Amit én most be is tettem, úgyhogy na, megnyitok egy normálisat. Mert ez a tréning, ez nagyon szájbarágos volt, de jó volt. Kell az. Vagyok akkor 1v7. Így jó lesz. És ugyanúgy, mint a Return of Waffenträgerbe lehet menni a 7 igazi emberrel is, az egy igazi ember ellen, aki botokkal nyomja. Csak annyi, hogy ő itt nem egy VTE-100-zal van, hanem 7 szabadon választott tankkal, amikből egyszerre maximum egybe tud beülni, de tudja őket egyszerre is mind irányítani, hogy mit lőjenek, hova menjenek. Na, én azt hiszem egyet lerakok ide. Egyet meg ide. Ez a rakétarendszer. A nagy ágyukból egyet ide rakok. Ezért van ilyen sok idő, mire. Egyet ide. És akkor vannak a ide nagyon fontos, hogy spotoljon. Ide nagyon fontos, hogy ne tudjon ide följárkálni a buzi, lőni a tankjaimat. Ez is fontos, valamint ez sem árt, hogy ide se tudjanak be. Auto deploy. Ja, mert el kéne őket közbe helyezgetnem, ugye? Hogy rakom le már, azt nem tudom. Okay, let's stir the pot. Figyú, ti ketten. Igen, én vagyok. Te, még gyere ide. Ti ketten. Zúzzatok ide. Te nézzél be ide. Nem maradt nekem egy tank. Még beülök valamelyikbe. Úristen, ez hova megy? Lőjétek őket, mint a marha, mint a muszáj lenne, mint a kötelező. Hogy tudok ebbe a buziba beülni? Na, menjünk. Azt a Sheridant remélem, hogy intézi a ez aki fogja nyírni a lángszóróban, de nem baj, mert oda megyek. Picsán rakom. Nem is remélem. Hát akkor segíts. Nem nekiállhattok segíteni nekem. Azaz. Szopassuk őket teherbe. Így telibe teherbe. Úgy. Jó. Ez jó volt. Ez most egy bot? Azzag, mert amúgy az egy igazi ember, de nekem nagyon botnak tűnt. Na jó, nem kell kapkodni. Az mi volt? Ellőttem mellette, hogyan? Ó, hogy a pék rakja tele. Kurva FV roncson olyan, ami olyan van. Miért van ilyen rossz motor hangom, amikor nem rossz a motorom? Ennek alapból ilyen hangja van.
én egyelőre jó vagyok itt. Azaz, azaz, azaz! Adjál neki! Ez a szar mögülem segíthetne. Miért nem lő amúgy? Kurva rakéta rendszer, miért nem lő? Szép! Oké, én pusholok veletek. Ja, csak előbb ezt a hülyét kéne. Gyere ide hátra. Ja, bazd meg. Ez nekem nem fog menni, én ezt biztos nem fogom csinálni, mert annyi mindent kell nyomogatni, gombot keresni. Szarí. Belerázódik az ember, akkor már jó. Jó, te tartsad ott. Na. Te? Ott maradjál, spotolj vagy. Védj. Na. Ebbe meg beülünk, na. Vamos. Csak azt nem tudom, hogy a rakéta rendszerem miért nem lőtte a... Százat. Nagyon, ilyen hangja van a objectnek, amúgy is ez a 430, nagyon szar motor hangja van. Azt a majmot ott valaki, majd én. Látok rá. Mert azt az oldalt megtörtük, ott a grill már nem tud mit csinálni. Hát ez kurvára nem hiszem ám ő. Ja, és így beüt a T-100 LTH, hihető. Ja jó, ti? Bazdmeg, nagyon nehéz ez a... Ti mindannyian, gyertek ide. Mibe ül a KS4 faszat? Ezt a 430-ban megint. Azt a becsetet én letolom. Az meg de lassú ez a szar. De hülyeség ez, te jó ég. Mi az, hogy lepattantam a becsetről? Mi a tököm? Azt a kurva. Na jó, van, hadd üljek át valami értelmes tankba, mert ez... Aj, csak ne ebbe. Azt ott őrzi a tűz anyapicsája, tűzhányó, okádja a tüzet. Na, gyere, üssél be szemből, K91, nézzük meg, hogy sikerül-e. Oh. Bam!
De szar hangja van ennek a motorjának is. Recsegő szar. Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Ej, jó volt ez. Na. Valaki segíthetne amúgy nekem, most csak úgy eszembe jutott, hogy mit tudom én. Segíts. Na, nagyon nem megy ez még. A T-100 lehet elkezdenem lőni, de nem érdekel. Van HP-m. Hohoho! Új pozíciót keresett a fiú. Na, nem tud valaki segíteni amúgy? Gyere már ide. Jó, adjuk. Faszom, mindig átváltok arra, amire nem akarok. Na, te... menjél oda. Én meg beülök ebbe. Itt hiába nyomok F-hetet. Álljunk meg egy szóra. Ti? Itt? Aj, hogy mondjam? Már, hogy van? Így? Gyertek ide. Nem ezt akartam. Most meg visszajön az E3. Na nézzük. Te menj ide. Te menj oda. Azt meg te kurva nehéz ez. Ide. Te meg akkor gyere ide. Ezt majd én viszem. Most arra gondoltam, lehet körbe mennek oda az Eskon kifelé. Mindegy, mennünk kell bázist foglalni. Hallod, Pali? A faszomat már. I'm locked and loaded. Okay, capture. It's still fun. In position. Awaiting orders. Good luck, commander. Ó, a faszomat. Na, te menjél bázist foglalni. Te meg beülök. Na, azt nyírtjátok ki azt a... Francba. Gyorsan, 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 hol vagyok? Nem is vagyok, hol is vagyok? Nem kell neki szólnom, nem van annyi esze, hogy lövi. Esze? Most hova megyek amúgy? Mert én rányomtam a beülésre itt. Na, végre már. Ez meg... ez igazi ez év ellenfelek elleni, ez nem könnyű, de... de hát annyit kell nyomogatni, meg keresgélni a gombokat. És nagyon lassúak a tankok. Az összes tankom kibaszott lassú. És alig van időm, hogy odaérjek. Át kell váltanom. Átváltok a 60 TP-re, oké. Haven't seen you in a while, Commander. Teljesen. Foglaljatok. Foglaljatok. Mi van az E-vel? Miért állt meg? Mit csinál? Ez így nagyon nem jó. Hát a T-100 LT az tönkre fogja tenni a bulimat. Jó, akkor az E3-mal megpróbálunk végre oda jutni. Azt a büdös! Jó, a vége lett volna, unalmas lenne, igaz? Remélem lefele fog menni.
Ja nem, mert közben cap van, tehát a capet próbálja majd visszalőni. Persze esélye nincs. Ah, hülye. Kilőtte a 60 TP. Ez jó volt. Na, nekem ez nem jön be amúgy. Na, egyedül hételem. Nekem a hét egyenlően. Taktika géniusz! Nem, ezek voltak kurva bénák szerintem inkább. Én abba hiszek. Ez a K91 is elég hambába holt volt. FV4005-tel nem szabad bemenni ebbe a játékmódba. Maximum JGPZL 100-a. Azért azt tovább bírtam, hogy kiuggattam. Grille. Hát azzal be lehet menni, de minek? Ilyen seridenekkel felejtős. Még a becsettel előbb. Az 1v1 az ugyanez. Csak nem 7 ellenfél ellen, szembe is egy ilyen stratéga van botokkal. És ugye van a free változat, amihez nem kell gyűjteni semmit. Az meg, megyünk heten egyel. Jó amúgy ez a játék, mondom, olyan rossz. Jó volt az is. Faszomokat nyomkodok, amúgy nem tudom. Jó volt az a VTL 100-as is annó. Na most ugyanaz van. Így játszani mi ellene. De jó, látok mindent. Több a fényerő, nem? Mondjuk ennél a játékmódnál még így is lehetne játszani, csak nem lenne célkeresztem. Szóval most itt is van egy stratéga, csak most nem én vagyok, hanem... Stari hozott Eskonki Mouse, 60 TP Fog BE3, Pattern Badger. Na, azért mi nekünk jobb a felhozatalunk, bár ez a hülye hozott FV-t. Teljesen felesleges az FV, csak megdöglik. A Fog B úgy, ahogy jó. Object 140 is jó, a Kranwagen is jó. Hát ez semmire nem jó itt ezen a... Ebbe a játékmódban az Almix 13-105 nem jó semmire. Nem érdemes. Kitár az mennyi, 8 vagy 10 lőszere van? 70%-ban nem fogja azokat a ágyú, meg lángszóró, meg ilyeneket átlőni. Nem fogja átlőni. Maximum, ha 20 méteren belül van, mert amúgy meg a szórás miatt. Nem ott találod a lojla gyenge pontja. Ezért is kell gold lőszert használni. Most itt óvatosan megyek, mert ilyen lángszóró itt is szokott lenni, és felszpotol. De lehet hozott Watchtower-t. Na jó, nekem nagyon jó, hogy ott az Almix. Ez a Conqueror nem fog erre felejönni? Ohó!
Jó, amíg nincs magánál, addig gyorsan lehápézom, mert ugye most nem kapott még parancsot. Ezt még ellövöm vakon. Nem, fasz, lövök tovább vakon, mert nem kap, vagy kapta, láttam. Hát a mauszodnak annyi, haver. Nagyjából most már annak is annyi. Oh, és maradt 30-at AP-ja. Na hát én nem éppen ezt csináltam, amit ő csinál. Most viszont annyira jól állunk, hogy menni kell szerintem. Azt, itt van valahol egy rakétavető. Az ágy úgyse tudja majd eldönteni, hogy kit lőjön. AT-gán, oké, intézem az AT-gán. Na, vannak ilyen antitangánok. Engem meglő, de nem érdekes, nem számít. Ilyenkor ez már. Szépen jövünk. Megflankeljük. Bazd meg, elfelejtettem, hogy onnan a pattern rám láthat. Elfelejtettem, hogy a pattern... Na, hol az ágyum? Miért nincs ágyum? Kilőtte a tornyomat a buzi. Jó van, én most kiestem egy kicsit a játékból. Ez miatt nem jöttem rá, hogy miért nincs ágyum. Nehogy beszart a torony. Nem tudok kimenni, azonnal ki fog lőni. Hop-hop-hop. Nem látok rá. Na, bazd meg, az nem tudom. Benéztem azt, ami rakétavető. Na, hát így meg a másik oldalról lehet letolni a stratégát. Hát nem volt egy nagy stratéga a srác, mondjuk azt lássuk be. A cuccokat én is így... Hát most nem, a lehelyezésük az kb. Így ment volna, de... Nem is ez lett volna itt a fontos. Hanem a tankok elhelyezkedése. Ugye jött az AMX, az bekavarta, hogy felspotolt mindent is. Ó, is lőttük. Ugye bekavart nagyon az AMX ezzel. Nekem jó volt, hogy volt az AMX, ő meg is halt. Hát ő mit csináljon? Nem tud sebezni nagyon. Itt kell a... Erős ágyú. Le kellene takarítanom a moncsit. Tiszta por a monitor. Na. Bonus cannot be applied in this mode, nem baj. Tehát 5000 össz damage. Mert ugye külön számolja itt az a... Ezeket a védő felszereléseit, meg a járműveit. A mouse-ot megkaptam, 2480-at. Hát bevételünk nem lesz sok ezzel a játékmóddal, ha goldozunk. Akkor jöhet a Kramwagen.
Kramwagen, szerintem itt Kramwagennel Vlad ellen, Vlad az ellenfél, orosz, Vlad orosz. Hát még benne is van a nevé, vagy Rus. Vladot vissza kéne zavarni, mint az állat innen. Tehát ide akarok bejönni a kranyóval, és megpróbálom innen, mert innen viszont, hogyha itt győzünk, akkor jelölöm is a többieknek. Akkor, meg hogy hát, akkor tudom lőni itt az egész bagást, ami öntudatlanul áldogálva. Mert Vlad nem ad nekik utasítást. Úgyhogy remélem jönnek velem. 19.07, az egy kurva jó töltőidő lesz a kranyónak, nekem ez így nagyon tetszik. Abban nem vagyok biztos, hogy prém lőszert akarok-e vagy nem, de prémet töltök inkább. Át kell tolnunk mindenféleképpen ezt a részt. Itt nagyon kell nekünk ez. Itt valószínű lesz egy rakétavető, szokott lenni itt a picakba, ami nem jó. Tehát ez van. Középre nem sok értelme van bemenni, mert ha az ember ide kijön, már pedig más értelme nem lesz, mert az enemy nem fog ide bejönni erre a részre. Amúgy egyáltalán ők ide nem nagyon jönnek be, soha. Ebben a játékmódban, ha ide állsz, akkor valószínű, hogy itt lesz egy lángszóró, vagy valamilyen fegyver, ami felspotol, és rommá lőnek. És nem tudsz lejönni a spotról, nem tudsz visszajönni erre. Ott instant halál van általában, főleg egy light tanknak. De a kranyóval is megszopnám rendesen. Na, itt már indul is a szopás. Hát ez nagyon sokba került, most lekapart rólam 600, több mint 650 HP-t a rohadék. Nagyon fontos, érthető okokból, hogy ezt az objektet elpusztítsuk. Most miért nem tudok lőni? Bazán nem tudtam lőni. A franc. Hát... köszönöm, hogy végre valaki akkor segített, mert ezek itt nem tudom, mit csinálnak fönt, mert azt a gecis turrettet nem fontos lőni ám, amúgy megjegyzem, tehát ott lehet hagyni, mint ebbe a szarát, nem fontos. Ott egy genya. Ja, hát ezt még nem kellett volna megvárni. Ja, és nem találja el általában, nem tudom, a játékmódban, ilyen 10-ből 8-szor biztos, hogy nem talál oda, ahova lősz. Tehát arra föl kell készülni. Tehát is ilyen pici gyenge pontoknál, mondom, randomban is ez a szitu. Tájpölt. Igazából mi itt most négyen összedolgoztunk volna, mert nem állnak meg a hülye turret miatt ott fönt. Akkor nem vesztem el a HP-m. Brutality. Na. Akkor néztem, érdekes, hogy ennek a prém lőszerénél még jobb ez a lőszer is. Úgyhogy lehet, hogy... mennyi a... penye 252, én szerintem azt fogom használni. 20 meg elég, mert nem tudom ellőni. 20-at betölteni, az durván 300 másodperc, tehát csak a betöltési ideje 20 lőszernek. Majdnem 300 másodperc, de mondjuk. 5 perc csak a betöltése. Pa-pa.
Hát elég egyedül vagyok itt a objektum. Mondok, mit kéne csinálni, mit kéne csinálni, mit kéne csinálni. Nagyon lomha vagyok, ugye? Aztán nem jön senki ide, úgyhogy megyünk oda. Ha nem jönnek ide, megyünk oda. Ezzel a japán óriásra. Japanese. Na kérem, tisztelettel, szeretettel, lehellettel. Na, átmegy a golyó ezen a szovjet gyönyörű rakéta csúzdán. Csúzda ez? Volt. Hát a gyerekek még most nem leszek népszerű. Olyan ötletem támad, hogy mint Super Heavy végig kéne gangolnom itt lent. Megpróbáljuk ezt a verziót. Mindjárt spotra kerül valami, nagyon kell figyelni. Aha. Hát az basszhatom. Azt viszont talán nem, de azt kilövik mire én. Mozdulnék. Nice. Kár, hogy előttem magam, by the way, mert ott az object 430. Nem tudtam átütni. Hát megáll a világ. És eltűnik, nem? Hoppi-poppi! Hoppi-poppi! Az egy poppendáré volt, kérem tisztelettel. Azt ánuszon lőttem. Ez jó, hogy ide be vannak. Gyűlve, mert akkor ha telik a négyszek, mutatom tovább, hogy én meg beesek innen. Hát nem túl hatásos ellenem a rakétarendszer. Ez nagyon jó ez a tank, így a mouse, meg ez, gondolom akkor a mouse is igencsak bejön az embernek ebből a szempontból, mert rohadtul nem tesz kárt bennem ott a rakéta launcher, mert meghalt. Egy megállíthatatlan sumo birkózó vagyok. Jó, 60 TP-vel nem foglalkozunk. Na nézzük. Enyém. Enyém. Akkor lőd. De ne hátrafele. Jó. Még mindig az ellenség felé megyünk, oké? Felkészültél rá, hogy találkozni fogsz az ellenséggel? Jó. Nyalóka, nyalóka. Ezért ismerem az E3-at, nem fogsz beszopatni. Igen. Ebből a szitúból már. Nincs mit, Bástya? Nem foglak eltolni. Hova lenne a világ, ha eltologatnám a tetyáimat?
a ciki, nem látok rá a gyenge pontokra. Na majd, talán most. Nem látok rá a gyenge pontokra, rohadjon meg. Hogy hát nagyon picikre látok csak rá, azt meg úgyse találja. Szép. A faszomat, hogy nem tudtam az a alsó lemezét lőni. Úgyse találtam volna erre akkor is. Jó, kis Type 5 Heavy, jó. Az a szívabb a játékon, hogy jó cuccokat lehet összeszedni majd vele azért. Legalábbis ez a festés, ez tök jó, szerintem. Ezek a feliratokkal mit lehet csinálni, semmire nem jó. Meg a dekál. Nicole dekál. Úristen, milyen izék. Úrnők. Ez a festés is fasza. Megszereztem már. Itt legalábbis. Meg ilyen sztály. Tehát van három stílus. Az nagyon megéri. Hát a dominák azok annyira nem, de... Van öt legénységi tag is. Jó. Hát hol az a festés, bazany? Pam. Itt van Bronze Coast. Bronze Cast. Szerintem kurva jó. És nagyon nagy problémát okoz a Type 5. Az eneminek. Megpróbálok még egy kranyót. Netflix e-mail. Azt írják, hogy szopjon ki. A barátaid a Netflix-től. Hát, csak akkor barátok, ha fizetsz nekik. Hú, de poros a billentyűzet is. Ezt letakarítani, ez meló lesz. Egyszer biztos. Ne 30 ezer lesőt azt írtanám, de mennék inkább újat. Jaj, megint itt vagyunk. Basszátok már meg. Oké. Én ide megyek, és segítséget kérek. Ehhez a művelethez. Itt. Framot, till strid. Pontos, hogy lent menjünk, bassza meg. Nem fognak segíteni. Az a baj, hogy egyedül esélyem nincs. Egyedül esélyem nincs, egyedül arra van most értelmes kifutásom, hogy... Hogy... Eljöjjek velük erre, mert itt meghalok egyedül, itt nem tudok mit csinálni. Ez nem random, tehát ide... Ide nem lehet beállni, nincs mit lőni. Édes fasz, nem vágják a játékot meg szerintem, hogy mi van. Tehát onnan nem tudsz mit lőni, ide ne álljál be a TD-vel. Nem lesz lőni valód. Maximum, mikor már egyedül maradsz és jön az ellenség, ugye akkor már nem. Veszít a csapat nélküled. Egyáltalán. Én felállok a hozott Watchtower-t. Én arra nem pazarolnék. Jó, hát akkor... Szembe se hozzáértő van, ez jó hír.
Na! Hum vagy! Hum van a Watch Tower! Itt a Watch Tower! Esélytelen, soha büdös életben nem fogja átvinni. Egyébként, vagy eltalálni azt a pontot. Ami van már, retek? A francba. Köszi! Nem kérem, köszönöm. Én úgy látom, hogy miután az FV elpusztul, itt le kéne jönni. Na menjünk rá a kranyóra. Látom, már nem kell. Az ágyuk elintéznek. A gánturettek, bár most egy object is lőtt engem, de hát az előbb számból, igen. Meg ez az ágyú intéz engem el elég szépen. Azt szerintem easy lesz. Fordulj, fordulj, fordulj. Azaz. Azért. Hello! Miért nem nyírja ki? Miért nem nyírja ki amúgy a kranyót a grill-le? Sincs nagyon eredményem ebbe a csatába még. Ez érdekes, hogy a grillemé nem ment rá a kranyóra, aminek... ami egy lövés lenne neki. De nem ment rá. Majd akkor én megcsinálom, oké? Nem kell megmozdulnod, maradjál nyugodtan, ahol vagy. Élvezd a kilátást. Ugyanúgy ne derengjen semmi, hogy mit kell csinálni ebbe a játékmódba, csak úgy legyél el. No. Dopicsi! Dopicsi! Ó, francba! Ezt akkor nem várják meg az erősítést, egyedül ráfutna. Egyedül ráfutna! Meghozbazd meg, ha ráfutsz. Egyedül? Véged van? Csöves vagy? Ó, de kinyírtam volna, ha ide értem volna időbe. Ó, ha volna, ott nem volna. Elbaszta a lövést az ilyesét? Nem. Az amerikai baszta. Kire lősz rá, te csöves? Jé, bemaradt a lőszer. Pedig ellőttem. Szuper. Szóval, javol.
Még egy móka tájpütöt az elmegyek. Aztán akkor most már így megvan kb. Hogy mit, hogy, merre érdemes. Itt nem randomozunk, tehát nem állunk be hátra a TD pozíciókba, mert nem lesz mit lőni. És össze kell tartani. Nem lehet 8-an vagy 7-en 7 felemenni. Össze kell zárni. És akkor úgy hú de jó lesz. Na, ezen a pályán még nem voltunk. MLR. Kurva MLR. Jó, mondjuk a Type 5-öt nem hagyja meg, de azért TVP-t betalálja egy olyan pozícióba, akkor az szoplak, duglak. Vadító ez a stílus, nagyon vadító ez a stílus. Ja. Hármas típusú lőszer, kérem szépen. Bejött. Nagyon bejött, jöhet még. Pak, 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 pak. Aprítunk, merre menjek ezzel. Igen, igen, igen. Hát a heavy vonalon. Itt jobb lenne a leopárd. Itt sokkal jobb lenne a leopárd. Hasznosabb lenne, az biztos. Most ugye helyezkednek, valószínű, hogy TD följön ide, így van, megjelent. Egyébként az is egy olyan fölösleges pozíció, majdnem, de mégsem, mert itt ezt a részt tudja tartani. Másra nem jó, de ezt itt majd pont minket tud tartani. Rohadjon meg. Már amennyiben életben marad. Amit nem szeretnénk, ugye. Jött még egy delikváns, JGPZL-100 személyében. Aki most bot üzemmódban van feltehetőleg. Na mindegy, én tovább. Ügyes volt ez a TVP, jegyzem meg. Nagy oroszlán része volt a E3 elpusztításában szerintem. Én legalábbis csak egy 698-ast adtam neki. A Konki is adta neki mondjuk legalább 2 lövés. De hát annál azért több HP-ja volt, hogy szerintem azt ő intézte el. Jó, ez nem tudom mi az a rángatódzás, de nem örültem neki. Ez egy barom volt, azt jegyezzük meg. Ez a AMX-50B, hát ez egy igazi barom volt. Az a baj az S-Konkival, hogy beállt egy olyan... pozícióba, hogy jó lenne, el tudnám találni azt a gyenge pontot. Az szép, mindenki el tudja, csak én nem. Jó, van, örülök. Most már bot üzemmódban van, az tuti, mert nem mozdul. Hát én egy rikosetet össze tudtam hozni eddig, srácok. Egy rikosetet össze tudtam hozni, aztán ennyi. Belőtte azért. Nem is látni, hogy hol lőtt meg. Ja, van HP-tok, nem fogom én bekapni a lövést. Faszomat, el kellett lőnöm, mert bejönnek elém.
így meg nem sikerült eltalálni. Mindegy, fölveszem én a lövést. Jóval lőjétek ki most már! Ma két lövést fölvettem tőle, tök fölöslegesen. Ott a sorozatvető, a rakétavető, ott a... Menjünk rája! Jó, azt ti megölitek. Ajaj, van egy kis gond. Tehát az ágyút azt ki kell iktatni. Csak nem... Gyertek be elém. Azokban mindig bejönnek elém, mikor... Pont mikor lőni akarok. Jó, leszarom. Faszom kritikál. Na. Nem. Csalódást okozó a Type-et. Csalódást okozó. Hát ez lenne az Art of Strategy.